tudom, hogy mióta járnak itt emberek ilyenre a koncertre, mikor mióta történt az, hogy nem találnak jobb programot péntek estére maguknak. Mindenesetre hozzáadnak szok, hogy mindig játszunk egy új számot. Most azt mondom, legutóbb nem játszottunk, de most lesz. Méghozzá ennek Kevin elmondja a történet, az alaptörténetét. Egészen másról fog szólni, mint amit ő most elmond, de lényeg az, hogy ő el fogja mondani ezt a sztorit. Hallgassátok, nagyon szórakoztató. Sziasztok! Én a legutóbbi próbán nem tudtam részt venni, úgyhogy ugyanolyan új lesz nekem ez a szám, mint nektek, majd így ringatom a csípőmet a klarinéttel, ahogy szoktam. De ehhez a számhoz kapcsolódik egy ősrégi 1988-as sztori. Ki az, aki élt már 1988-ban? Tegye fel a kezdet! Jó van! A Martonvásári építőtábor zuhanyzójában... Ki az, aki járt már a Martonvásári építőtáborban? És ki az, aki járt már a Martonvásári építőtábor zuhanyzójában? Aki járt, az tudhatja, hogy a fiú és a lány zuhanyzót választva választja el, és tele van kisebb-nagyobb lyukakkal. Na most egy Matyi nevű gyerek nem csak leskelődött ezeken a lyukakon, hanem a keze is eljárt, recskázott, mindjárt odaérünk, és pont az ejakuláció pillanatában belépett Galotai, a technika tanár. Többen valljuk, hogy a matyizás kifejezés az innen ered és ilyen régi. Most pedig jöjjön az új szám. Igen, az az igazság, hogy nem teljesen erről fog szólni, de mindegy, majd meglátjátok.